Így hangzik Gubik Petra, ez van ez című dalának egy részlete. A kisvárdai lány ezzel nevezett be a 7 részes műsorba, ahol a nézők és a szakmai zsűri közösen választja ki az adott év legjobb dalát. Ez lesz a 3. alkalom, hogy a győztes nem kapja meg az Eurovíziós Dalfesztiválon való indulás lehetőségét, sőt Magyarország nem is nevez indulót a nemzetközi versenyre már 3. éve. Ennek ellenére hatalmas lehetőség ez a műsor a feltörekvő és a már ismert előadóknak egyaránt. Idén 455 pályamű érkezett a versenyre, ebből 40 jutott be az élő műsor sorozatba, Petra pedig már a legjobb 20 között tudhatja magát. Nem kifejezetten ebbe a műsorba készült a dal. Ez az én egyik személyes történetem, amit a Mókus csodálatosan megzenésített. Ez egy tök nagy szerencse, meg mázli, meg tényleg ez egy ilyen kitüntetés, hogy mi ott lehetünk ezzel a dallal, és valóban az ember ezt igazából így fel sem fogja, hanem csak úgy csinálja, és jön egyik akadály a másik után, és azt veszed észre, hogy jó, azon is túl vagyunk, tehát mikor kiderült, hogy benne vagyunk abban a 40-ben, akkor ugye körvonalazódott, hogy valamikor majd mennünk kell a televízióba előadni ezt a dalt, és akkor már azt vettem észre, hogy már ott vagyunk, és akkor most ugye a középdöntő előtt állunk, ami azt jelenti, hogy a következő fordulóban akusztikusan kell majd előadni tehát akusztikus feldolgozást kell mutatni a nézőknek, a hallgatóknak, a dalunkból. A színész énekesnő részletesebben mesél a versenyről, arról, hogyan ismerkedett meg Szirtes Edina Mókussal és Müller Péter Szijámival, valamint a további terveiről a Péntek Esti Weekend című műsorunkban.